eszembe jut egy jó barát, egy régi cimborám, emléket itt maradt, már nem kergetjük tovább az álmokat. Mi emlék... Baleset helyszíne, hanem a megemlékezésnek a helye. Erre is hoztuk ezt létre. Hogy úgy emlékezzünk meg, ahogy éltek, ahogy motoroznak. Tanultam egy mondatot. Az az a mondat, nem is mondat, ez egy köszöntés. Szebb a világban. Szebb a világban. Pláne, hogy most azért vagyunk itt, mert azokra is gondolunk, akik már így fizikailag nincsenek velünk, de lélekben annál erősebben itt vannak. Velünk is szebb a világ, itt vannak mindenkinek. Mert mindenki gondol valakire, mert mindenki gondol valakikre, mindannyian gondolunk a barátainkra, akik már nincsenek velünk. És így szebb a világ veletek. Szebb a világ veletek. Márciusban megpróbált a Jóistenünket erősen, három nap intenzív osztályon töltött idő után rájöttem, hogy a világ veletek szép. Hál' Istennek, a Jóistennek nem kellettem még oda át, hanem van itt dolgom. Valamelyik őtök küldött egy üzenetet, szívemig hatott és megértettem. Azt írta nekem. Maradj még meg. Jóisten is így gondolta, és maradhattam még. És az öreget meg felejtsük el, jó? Ez mi? Szebb a világ veletek. Itt vagyunk fent, ahol mindig mondjuk, hogy legyen közelebb vagyunk Istenhez. Közelebb vagyunk Istenhez, hogy el tudunk csendesedni, annak ellenére, hogy fölfelé a kanyarokba az ember mindig egy kicsit több gázt ad, hogy jobban ki tudja jönni, aztán az íven, aztán utána még talán válthat is egyet, hogy na akkor most megyünk, haj de jó. És ezzel is szebb a világ. Mert jöttök ti is, meg itt vagyunk mi, meg itt vagyunk együtt, évről évre, hol többen, hol kevesebben, de a lélek mindig itt van. A kék estető, a kék lelke, aki az első volt, akit itt meg kellett, hogy említsen. Majd nézzétek meg, a Facebook bejegyzésekben van egy évekkel ezelőtti bejegyzés. A Friciről volt egy Friciről. A testvéreit. Minden évben előjön, és minden évben figyelmeztek engem. Hogy az élet békes, de az élet szép. Az élet veletek szép. Köszönöm, hogy mi vagytok, és most mindenki nézze majd a maga mellett lévőre, és gondolja azt, hogy az élet veled szép. Isten áldjon. Jó, el fogja mondani. Mielőtt még elmondanánk, még egy gondolat. A sok gondolat mellett. Itt létünk. Az egységünk, a közösségünk. És annak az ereje. Hallgassuk meg Robit, jó? Mert én már nagyon kíváncsi vagyok erre a történetre, hogy miért állnak ők 10 éve, évről évre ott az útszél. Emléket itt marad, már nem kergetjük tovább az álmokat. Mi emlékezünk, valahol te is emlékezel, szívünkben maradsz, és mindig itt leszel. Már nem velünk motorozol, csak a szellők szárnyán. De ha kérünk bármikor, megint eljössz talán. Ott vonod volt egy hely, amire
És mindig itt leszel, mert mi emlékezünk, valahol te is emlékezel, szívünkben maradsz, és mindig itt leszel. És arra kérek, hogy figyeljetek magatokra, én meglátásom szerint kicsit elmúlt az a autós-motoros konfliktus az utóbbi időben, de van egy ilyen rácáfol, autós-motorosokat biztos nem szeretik. A többieket, amiket talán elfogadják, sajnos tőkétek, egy csomó, a kettőben a halálos-motorosok, valószínűleg kérdők. Nem tudom pontosan, hogy ez a statisztika hol áll, szerintem mi is számolgassuk érdemére. Arra lenni kíváncsi, hogy most nagyon hárman vagyunk, hogy fendeszem itt a helyzetben, és akkor szeretnék mindenkinek találkozni. Vigyázzatok magamra, jó egészség! Mi is szeretnék! Köszönjük Robinak, hogy képbe rakott bennünket. Nagy vidáman integetünk neki téves ügyi. Aztán megjel. Most már tudjuk, hogy kinek. Ez is része ennek az egésznek, hogy vannak olyan névtelen szereplők, akik évtized múlva terült ki, hogy ő az, és elmegyünk civil életbe egymás mellett, hogy foglalkozunk, kiről van szó. Na de lépjünk ezen tovább. A cigatya következik. Ez nekem egy teljesen személyes élmény kapcsolódik az ő személyéhez, az ő felszenteléséhez. Ő idén lett pap, és elmentünk a papszentelésre, hogy az el nem tudjátok képzelni, hogy ez mekkora élmény volt úgy, hogy én nem vagyok egy annyira vallásos ember, de hogy Óvári Laci barátommal elmentünk, és tényleg egy akkora élményt kaptunk, olyan feltöltődést, és egy... Hát az egy csoda volt, nagyon tetszik. Az, hogy Boros Laci barátom mindig itt van, ő is része ennek az egész történetnek, az már teljesen természetes, de hogy ő már hivatalos papként, és biztos ki tudsz javítani, hogy pontosan áldozó pap, mert figyeltem. Igen, azért figyeltünk. Fogadjátok őt olyan szeretettel és barátsággal, ahogy ide érkezik minden. Dr. Boros László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, hogy hívisos legyek. Ide jövettem, azok különböző gondolatokat ébresztenek bennem, és most itt van, ide jöttem, hogy emlékezni jövünk. És arra gondoltam, hogy van a gép, meg az ember. A gépek, meg az emberek. A gép kétkerekű, ezért az emberre beszél. Ő magán. De a gépek és az emberek, azok már a közösséget alkotnak. Attól a gép veszélyességétől függetlenül valami olyan töbletet adnak, ami az embereknek az összetartozását, a gép apropóján
a motorozás élménye, a gép hangja, a túrák emlegye mellett, ez a szolidaritás érzése, ez a közösségi formálás. És amit a Péci mondott itt az Árdinnal kapcsolatban, valahol te is emlékezel, ez csodálatos. Gondoljatok bele, hogy 2023. novemberében nyílt meg a lehetőség egyáltalán, hogy engedélyezték ezt a gyógykezelést, és akkor elindult egy kezdeményezés, és összejött. 2023. novemberétől 2024. június 10-ig teljesen civil, önkéntes, nagylelkű és jószívű emberek megsegítették ezt a gyermeket egy olyan kezelésre, ami tényleg egy nagyon modern, hát csak 1,3 millió forint. És ez összejött. Emberek, ez egy csoda. Gondoljatok bele! Az állam nélkül csak tehát, hogy ez csak az emberek jó szíve, az emberek szeretete tette ezt lehető. Szeretete. És ez egy fantasztikus dolog. Ez tényleg csak. Ez világra szól. És ez, ezek vagytok ti. Ezek a motorosok, akik intenek, mert szolidárisak vagyunk egymáshoz, és szolidárisak vagyunk akkor, hogyha egymás segítsük, egymás tanácsadjai, vagy egy betegjel. Antas? De, amikor emlékezni jövünk, akkor az eltávozott motorosokra, motoros barátainkra, ismerőseinkre emlékezünk, mert minden évben nagyon sok társunkat elveszítjük. És az én hitem szerint fogunk velük találkozni majd oda át, találkozni fogunk a szeretteinkkel, de találkozni fogunk a motoros társainkkal, és majd az igazán széles úton, a végtelenben tudunk motorozni, gurulni együtt, ahogy a dal is mondta. És végül szeretnélek emlékeztetni benneteket, hogy gondoljuk azokra a motoros társainkra, akik balesetet szenvedtek, vagy egyszerűen csak megöregedtek, és itt vannak még közi életben, de nem tudnak eljönni, mert a betegségük, az öregségük nem tudnak eljönni, de szeretnének itt lenni, és mi is szeretnénk, ha itt lennének. És ők gondolnak ránk, hiányzunk nekik, és nekünk is hiányoznak ők. És gondoljunk arra, hogy még itt vagyunk, és esetleg, amikor egy évzáró túra után, vagy egy évzáró bál van, nálunk Kaposváron és Somogyi motorosoknál van évzáró bál, ahol nem motor, csak a közösség tagjai, hogy oda elvisszük azokat, akik amúgy már nem csak motorral, hanem autóval sem tudnának elmenni. És azt gondolom, hogy ez a közösség az így kerek. Itt vagytok ti, akik motorra jöttetek ide föl a ország tetejére, ott vannak ők, akik már az Úristennél vannak, a szeretteink, a barátaink, és ott vannak azok az ismerőseink, barátaink, társaink, akik meg még itt vannak, de nem tudnak ide eljönni, vagy nem tudnak találkozók eljönni. Úgyhogy emlékezzünk rájuk, és őértük, akik már nincsenek itt, akik nem tudnak itt, és önmagunkért. Ezért a szolidáris, szerető, jószívű, baráti közösségért, a motorosok közösségért. Mondjunk el egy imádságot. Az Úr imádságot, a mi atyánkot itt közösen. Vagyok mi Szentlélek nevében. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Köszönöm, hogy meghallgattam.
szeretettel a versmondó lányunk következő versét, és Ildi következik. Zoli Taylor, ott leszek. Ha majd egyszer nem leszek, nem búcsúzom tőletek. A csend karjában ringatom magam, ott élek majd boldogan. Ott leszek, ott legbelül, hol a szeretet olykor elszenderül. Bánatomban csendhez fordulok, és a szeretet hangján megszólal. Én leszek a nap, amely rátok neve. Én leszek a mosolyt fakasztó apró szösszenet. Én leszek a vidám könnyedet. A csend karjában én mindig ott leszek veletek. Ott leszek az alvó fákban, ott leszek a világ minden zúgában. Ott leszek az ünnepek hangulatában. Ott leszek a csend karjában. Ha majd egyszer nem leszek, nem búcsúzom tőletek. Nem hagyom, hogy kihagyjon a szeretet. Életre keltem akkor is, ha a világ kineved. Léci barátom következik. Fogadjátok őt nagy szeretettel. Még jobban látok. Nem én fogok most beszélni. Mindannyian fogunk beszélni. Tedd azt, hogy csukd be a szemed. De most tényleg. És a becsukott szemmel egy kicsit kizárod a külvilágot, és amit az elején mondtam, hogy a himnuszunkat hallgatva sokkal, de sokkal több embert láttam itt, mint amennyi fizikai valójában jelen van. Ha becsukod a szemed, és te is elképzeled, mint ahogy én, vagy akár itt, vagy az életnek azon a pontján, amikor megismertünk, találkoztunk, együtt voltunk. Az én esetemben például, amikor bejött szórádimi motort venni, egy, hát, kis ilyen kóbortos szeleborgi fiú, aki vett egy GSX-R 600-at. És őróla is már csak csukott szemmel emlékezem. Vagy Janó, akivel még ugye a emlékmű állításakor közösen szerveztük, Gabi, Bálint, én, Janó, még talán Ábel is, Atyus, Janó, akinek nem volt mit mondania. Persze aztán akár a csendje is többet ért ezer másik szónál. Vagy Laci Betyár, aki nem olyan rég még a Hallelujah-t itt énekelte mellettem. Csongi bá, aki Bozótot mindig így igazgatta, kereste, ugye a tankján utazott vele a motoron. Kárdos Lajos barátom, aki a Kunhegyesi motoros találkozón az ETZ-vel hátrafelé motorozott. Pingicer Pista bácsi, akit Tiszafüreden ismertem meg. És sorolhatnék számtalan nevet. Egy ember, akit személyesen nem ismertem, de 16 éve az egyik barátom, az első, aki miatt a kék túra. És ha becsukod a szemed, lehet, hogy közösen is ismertük ezeket az embereket, de biztos, hogy neked is van olyan név, amit én nem tudok felsorolni. Biztos, hogy neked is van emléked. Neked is van barátod, hozzátartozód, gyermeked, legszörnyűbb férjed, testvéred.
ez az alkalom nem egy vidám alkalom, de mégis örül a lelkünk. Örül annak, hogy együtt itt vagyunk, örül annak, hogy ők is ezen a napon fokozottabban velünk vannak. És az emléküket nem engedjük el, nem hagyjuk. Azt mondják a sokkal okosabb emberek, hogy csak az hal meg, akit végleg elfelejtenek. Ez a szikla, és mi őrizzük az emlékeiket. Nem haltak meg, csak előre mentek. És ott bandáznak. Ott húzzák a kövéret, ott köszönnek egymásnak. Jól kibeszélgettük magunkat? Isten áldjon benneteket. Köszönjük szépen. Köszönöm szépen, hogy újság itt voltatok. Sziasztok! És akkor megkaptam az itinert, hogy közösen a mécsesekkel felvértezve menjünk az emlékműhöz. Induljunk el akkor! Valahol te is emlékezel, szívünkben maradsz, és mindig itt leszel. Mert mi emlékezünk, valahol te is emlékezel, szívünkben maradsz, és mindig itt leszel.